Nemrég zárult a Dubai Világkiállítás megnyitó ünnepsége. Az expót tavalyról halasztották el, ám az érdeklődés nem apadt iránta. A fél évig tartó rendezvényen 192 ország mutatkozik be, 25 millió látogatóra számítanak majd. A fő témák idén a lehetőség, a fenntarthatóság, valamint a mobilitás, a cél pedig, hogy közös gondolkodásra sarkalják a különböző nemzeteket. Csütörtök este beduin dobosok hagyományos emírségi zenével fogadták az expo megnyitójára érkező vendégeket. Mindenki az Al-Wasl kupolába sietett. Ez Dubai ősi neve, arabul kapcsolatot jelent. Sokan még a jövő Eiffel tornyának is nevezik. A 67,5 méter magas és 130 méter széles kupola több mint 1000 különálló ívelt acélszelvényből áll, amelynek felülete 360 fokos vetítésre alkalmas. Jelenleg ez a világ legnagyobb ilyen szerkezete, és most először teljes pompájában mutatkozhatott be. A világkiállításon résztvevő országok zászlóinak bevonulása alatt a földgömb is kirajzolódott a kupolán. Aztán a világ minden tájáról érkező több tucat gyerek részvételével felhangzott az expo hivatalos dala, majd a vendégeket a tolerancia miniszter üdvözölte. Ma megosztjuk a világgal a leckét, amit megtanultunk. A legfontosabb az, hogy az elmék összekapcsolásával képesek vagyunk olyan messzire jutni, amit mások lehetetlennek tartottak, mondta a miniszter, utalva a Dubai Expo mottójára, amely úgy hangzik, összekötni az elméket és megteremteni a jövőt. Világkiállításokat 1851 óta rendeznek, de most először tartják ezt a Közel-Keleten. Ez a világ harmadik legfőbb gazdasági kulturális eseménye, amelynek ezúttal a három fő témája a fenntarthatóság, a mobilitás és a lehetőség. A világkiállításon idén 192 ország vesz részt, köztük Magyarország is. A magyar pavilon várhatóan több mint 35 kulturális rendezvénynek ad majd otthont. A látogatók több száz magyar kézműves gasztrotermékkel is megismerkedhetnek. Az expo helyszíne több mint 4 négyzetkilométernyi sivatag volt, amikor a 2015-ös milánói expo után Dubajt választották a kiállítás következő helyszínének. Csaknem 7 milliárd dollárba került, és több évbe a pavilonváros megépítése. A legnagyobb kihívás továbbra is a koronavírus járvány miatt bevezetett utazási korlátozások jelentik. Minden 18 év feletti turista az országba csak védettségi igazolással vagy negatív vírustesztel léphet be. Ennek ellenére Dubaj az elkövetkező fél évben 25 millió látogatóra számít, kétszer többre, mint az ország lakossága. És Dubajban követi az eseményeket tudósítón Konsicki Zoltán. Szervusz! Hát mi várja azokat, akik ellátogatnak a következő hónapokban az expóra? Szervusz, jó estét kívánok! Nem sokkal ezelőtt ért véget az ünnepség itt az expó területén. Az a kék ott mögöttem a magyar pavilon. 1 millió látogatót várnak oda. Egyébként azt el lehet mondani, hogy itt a világ legnagyobb showjáról beszélnek a megnyitó kapcsán, és kijelenthető, hogy itt nemzeti ügy lett az expo. Egyrészt ez az első világkiállítás a Közel-Keleten, azon belül is az arab világban. Másrészt ezzel az egy év halasztással, amely a koronavírus járvány miatt vált szükségessé, úgy jött ki a lépés, hogy pont egybeesik az expo az ország függetlenné válásának 50. évfordulójával. Harmadrészt pedig egyszerűen gazdasági értéke, turisztikai vonzerőt látnak az expóban. Mint az anyagban is elhangzott, 25 millió embert várnak ide a következő 6 hónapban, és emellett még azt a nagyra törő célt is kitűzték, hogy azt szeretnék, hogyha ennek a 25 millió embernek a 70%-a külföldről érkezne. Erre egyébként még soha nem volt példa az expók történetében, hogy ilyen nagy arányban legyenek külföldi látogatók a világkiállításon. Ebből a szempontból kihívást jelenthet az, hogy koronavírus járvány közepette rendezik az expót. Valóban, például Magyarországról indulás előtt friss tesztet kell felmutatni, mielőtt az ember felszáll a repülőre, és akkor utána érkezéskor ugyanúgy tesztelik, egy ugyanolyan PCR tesztet elvégeznek az emberen, és az expóra is csak oltási igazolással vagy friss PCR tesztel lehet belépni, amit egyébként itt a belépőjegy birtokában ingyen végeznek el. Viszont nagyjából 4 óráig tart, és emellett még mindenhol maszkot kell viselni. Konsicki Zoltánnak köszönjük szépen!